ez a párt, ez a lakosságot szolgálja. De nagyon. Minden születésnap ünnep. Egy pártnak a születése pedig történelmi esemény. Hazánk történelmében is jelentősnek tartjuk ezt a mai napot, és az, hogy mennyire lesz jelentős, az csak rajtunk önökön múlik. Az elmúlt időszakban több jobb középpárt is zászlót bontott, Vona Gábor, Jakab Péter is, ott van még a Jobbik is, és önök is valami hasonló, tehát néppártként, ha jól vettem ki a szavaikból, akkor egyfajta jobb középpártot testesítenek meg. Jól vettem ki a szavaikból? Jól vettem. Én úgy gondolom, hogy ez... Mi a különbség e között a felsorolt három formáció és a Márki-Zay Péter? Többiekét nem nagyon ismerem a többiek programját. Tehát azt tudom, hogy itt akik itt vannak ebben a mozgalomban, a felsőre, ezek becsületes emberek, tisztességet, nekem ez számít. Az ön szemében pontosan miben különbözik ez a jobboldali formáció, jobb-közép formáció, a többi jobb-közép formációtól? Mi az? Engem nem érdekel jobbal, tisztesség van is, tisztességtelenség. Ma tisztességtelenség van Magyarországon, itt meg tisztesség. Nem kéne ezt egyébként címkézni. Nagyon félnek Márki-Zaytól, mert mindig csak az igazságot hirdeti. Nem hazudik, nem csal, nem lop. Én azt gondolom, hogy a hitelesség, tehát a mindenki Magyarországa mozgalom, az már ugye több éve működik, és valóban azt lehetett látni, hogy önzetlenül az emberek érdekébe próbált tenni. Hogy mi szükség van ma Magyarországon egy újabb pártra, tehát először is mi a rendszer ellenzéke vagyunk, de sajnos ma Magyarországon senki mással nem jellemző, tehát biztos vagyok benne, hogy rám szükség van. Az a baj, hogy itt nincs normális ellenzék. Ezek csak megélhetési politikusok. Beballagnak a parlamentbe, fölveszik a kis pénzüket és szelevi, nem a lakosságot szolgálják. Itt ez a párt, ez a lakosságot szolgálja. De nagyon. A mai ellenzék az ilyen, hát ugye lehetett is erről hallani, hogy így vették meg őket, úgy vették meg, most lehet látni a Ungár Péternek a villájával kapcsolatban is, hogy ilyen-olyan módon be vannak csatornázva a Fideszhez. És én úgy gondolom, hogy kell egy olyan politikai erő, aki markánsan nincs becsatornázva. Akkor bocsánat, jól értem, hogy akkor most azt mondja, hogy a jelenlévő ezt a pártot leszámítva, a jelenlévő ellenzéki pártok mindegyike be van csatornázva. Én nem azt mondom, hogy mindenki, de jelentős részük igen. Tudni mondani? Ilyen úgy, nem mondok meg. Ilyen, de mindenki tudja. Nem felaprózása, ez újból az ellenzéki térfélnek, hogy egy újabb párt jelenik meg. Ennek az esélye mindenképpen megvan. Szerintem a következő időszakban lesz egy jelentős szelekció, és hogyha ez valóban egy olyan párt tud lenni, amelyik életképes, akkor szerintem nem kéne úgy tenni, hogy jaj, ne legyen még egy párt. Igazi kultúraváltásra van szükségünk, amíg nem lesz kultúraváltás Magyarországon, meg ez a kultúra van Magyarországon, addig a Fidesz mindig nyerni fog, mert ennek az országnak láthatóan rájuk van szüksége. Nincs itt egy ellentmondás, hogy mindenki arról beszél, hogy választáson nem lehet leváltani a Fideszt, és erre alapítanak egy új pártot? Hát mert bíznak abban, hogy mint ahogy valamikor az ellenzéki kerekasztal a rendszerváltozás, akkor ismét rendszerváltozást kell csinálni. Ki kell tudni kényszeríteni. Többször elhangzott, hogy a Fidesz nem lehet leváltani választáson. Így van. Nem ellentmondás, hogy akkor alapítanak egy új pártot? Nem. Miért nem? Azért, mert ez a párt, ez a tisztesség, becsület, igazság, korrupciómentességet érdekli. Nem ellentmondás, hogy erre a helyzetre létrehozni még egy pártot? Ez alternatívát kell mutatni. Azt látjuk, hogy rengetegen vannak politikai hontalanok, és ezeknek kell egy fórumot, egy teret biztosítani, és én abban hiszek, hogy előbb-utóbb ez a rendszer, ha nem az ellenzék fogja leváltani, akkor meg fog magától bukni. Remélem, hogy ez valóban egy életképes, akár nagy, akár gyűjtő párt is lehet. Meglátjuk majd, kiderül. Tagja vagy tagja lesz ennek a pártnak? Meglátjuk. És ugye én a jelen pillanatban a Párbeszéd frakcióban vagyok, bár nem vagyok a Párbeszédnek tagja, tehát olyan nagyon nem akarok beugrálni, se kapkodni. Én minden törekvést, amelyik arra irányul, hogy ezt a rendszert megszüntesse, én azt hasznosnak tartom. Aztán majd kialakul. El lehet bénázni, mert nincs tökéletes vezető, meg tökéletes kormány, ebben nem hiszek. Tehát az, hogy mi tökéletesen csinálnánk, abban nem hiszek. De abban, hogy tisztességes, abban igen. Ebben a választási rendszerben és ebben a hatalmi leosztásban az ellenzék soha nem nyert.
retorikus kérdés. Nagyon akkor. Nagy szükség van. Azért nagy szükség, mert ugyanis az Orbán rendszer saját maga fogja felszámolni. Tehát az Orbán rendszer azért fog megbukni, mert életképtelen. Vagy forradalom van, vagy választás. A két lehetőség. Azt mondják, hogy diktatúrában, ugye vagy börtönben vannak az ellenállók, vagy forradalmák. Választók nincsenek. És ön mire tippel, hogy mi lesz Magyarországon? Választás, rendszerváltás vagy forradalom? Koronnál fogva őszintén remélem, hogy választás, mert hogy én forradalom már nem vagyok alkalmas. Arra itt kéne az önök generációjának jönni. Ezek úgy fognak összeomlani, hogy egyik napra a másikra, amikor nem is számítunk rá. És akkor ehhez mi közel van bármilyen pártnak? Azért kell egy alternatíva. Tehát amikor összeomlik a rendszer, akkor arra kell egy alternatíva. Igen. Itt vannak, akik elbuktak és elmertek jönni, mindannyian hősök. Köszönöm önöknek, hősök lehet, hogy itt vannak. Köszönöm a felszólalmat.